Sziasztok! Az eddigi anyagrészekben át tudtuk ismételni az R-képzéssel kapcsolatos tipikus érettségi feladatokat és azoknak az elméleti hátterét. Én bízom benne, hogy az előző gyakorló videót is megnézegettétek, próbálkoztatok a feladatokkal. Így, ha ezek a feladatok mennek, akkor nagy eséllyel rendben lesztek az érettségén, legalábbis ami az R-képzési feladatot illeti. Ugye ezt meséltem nektek, hogy R-képzési feladatot nem szokás kihagyni az érettségiből. Ha szerencsénk van, akkor idén hagyományos feladatot fognak adni. Ez a videó viszont azt a célt szolgálja, hogy ha pehünk lesz, és nehezebb feladatot fogtok kapni az R-képzés témaköréből, akkor azért tudjatok legalább nekiállni, esetleg jusson eszetekbe, hogy mi a trükkje az ilyen feladatoknak. Sajnos azt kell mondanom, hogy azért előfordultak olyan vizsgák az elmúlt években, hogy ilyen típusú feladatot kaptatok. Én remélem, hogy ez a videó segíteni fog. Azért azt kérem, hogy akinek nem megy olyan jól, az ne essen teljesen kétségbe. Próbáljátok meg elsajátítani azokat az apró trükköket, amiket mutatni fogok. Ugye az alapfeladatoknak az a lényege, hogy ha te ismered az árlépcsőt, ismered az egyes elemek közötti összefüggést, akkor gyakorlatilag könnyedén végig tudod számolni a feladatot, akár a lista ártól indul el, akár mondjuk a beszerzési ártól indul el, és úgy kell eljutnod a fogyasztói ár kiszámításáig, vagy pont visszafelé haladva a fogyasztói árat ismered, és úgy kell visszaszámolnod a nettó beszerzési árig. Az ilyen feladatoknak ugye az a menete, hogy vagy ki tudod számolni az egyik árat, vagy rögtön meg is adja a feladat, és a hozzá kapcsolódó haszonkulcsot adja meg. Tehát, hogyha te valamilyen úton, módon hozzájutsz a feladatban a nettó beszerzési árhoz, akkor megadja hozzá a haszonkulcsot a nettó beszerzési ár százalékában, és egy sima százalék számítással ugye ki tudod számolni az árrést, tudsz tovább haladni az árlépcsőn. Vagy fordítva, hogyha te a nettó eladási árat ismered, vagy kaptad meg, ugye olyan feladat lehet, hogy megadja a bruttó eladási árat, áfa kulcssal visszaszámolsz a nettó eladási árig, és akkor az ilyen alapfeladatoknál megadja a haszonkulcsot a nettó eladási ár százalékában, szintén százalékszámítás, megvan az árrésed, levonod az eladási árból, és megvan a beszerzési ár. Ugye ezek az alapfeladatok, és akkor most nézzük meg, hogy mi van akkor, hogyha megnehezíti a dolgotokat az érettségi. Előfordulhat egy olyan eset, hogy megvan adva a nettó beszerzési ár, vagy megkaptad hozzá az adatokat, ugye a listaárat, engedményeket, stb. Tehát ismered már, hogy mennyi a terméknek a nettó beszerzési ára, de nem a hozzá kapcsolódó haszonkulcsot ismered, hanem a nettó eladási árhoz kapcsolódót adja meg a feladat, és azt várja el tőled, hogy te így mondd meg, hogy mennyi a nettó eladási ár. Ha ilyen feladatot kapsz, én azt javaslom, hogy ezt az összefüggést írd fel először magadnak, hogy egy kicsit segít talán átlátni a dolgokat. Ugye a nettó beszerzési ár és az árrés együtt fogja neked kiadni a nettó eladási árat. Ugye az árrést haszonkulcs formájában fogja neked megadni, és ez ebben a típusú feladatban, ahol te HKE-t kapsz meg, akkor az árrés helyére te beírhatod azt a százalékos értéket, ahány százaléka a nettó eladási árnak az árrés. Ha ezt megteszed, akkor látni fogod az összefüggést, hogy hát akkor itt a nettó eladási ár lesz az a bizonyos 100%, a nagy egész, annak a megadott százaléka az árrés, és aztán végül, ami megmaradt ugye a 100%-on belül, az lesz a te nettó beszerzési áradnak az arányszáma az eladási áron belül. Talán így egy picit jobban átlátható, tehát megad neked a feladat egy ilyen X értéket, ezt a HKE-t, ez ugye az eladási árnak az a valahány százaléka. Az árrés és a nettó beszerzési ár együtt fogja neked kiadni az eladási árat, tehát a két érték együttes összege a 100%-ra kell, hogy kijöjjön. Magyarul, hogyha a 100%-ból levonod a HKE-t, akkor megkapod, hogy ez a nettó beszerzési ár, ez hány százaléknak felel meg az eladási áron belül, és innentől kezdve ez igazából egy százalékszámítási példa, magát a beszerzési árat elosztod azzal a bizonyos százalékkal, amennyinek ő megfelel, ezt beszorzod százzal, és megkapod, hogy mennyi a nettó eladási ár.
Tudom, hogy egy kicsit bonyolult, talán, hogyha most egy konkrét példán keresztül megnézzük, akkor jobban át fogjátok látni. Ugye van egy termékünk, amit 90 ezer forintos nettó beszerzési áron kaptunk meg, és a haszonkulcs a nettó eladási ár százalékában 25%. Akkor hogyan fogjuk mi kiszámolni, hogy mennyi a nettó eladási ár? Ugye, hogyha valaki nem ismerné ezt a trükköt, akkor itt azt mondaná, jó, hát akkor kiszámolom a 90 ezernek a 25%-át, legyen ez az ár is. Ez nem lenne jó, akkor lenne jó, hogyha a HKB lenne 25%, de nekünk a HKN-k van megadva. Én már úgy írtam fel ezt a javasolt összefüggést, hogy a nettó beszerzési ár helyére beírtam ezt a 90 ezer forintot, ehhez hozzájön az árrés, és így lesz meg a nettó eladási ár. És ugye tudjuk azt, hogy az árrés az a nettó eladási árnak a 25%-et kell, hogy kitegye. Magyarul ez a 90 ezer forintnyi nettó beszerzési ár, ez a 100-25%-nak, vagyis a 75%-nak felel meg. Tehát az eladási árunk az úgy épül fel, hogy a 75%-a a beszerzési ár, a 25%-a az árrés. Ugye ez szerint ez a 90 ezer forint, ez 75%-nak felel meg, és nekem a 100%-os értékre van most szükségem, ezért elosztom a 90 ezret a hozzátartozó százalékos értékkel 75-tel, és beszorzom 100-zal, megvan, hogy 120 ezer forint a nettó eladási ár. Ugye értelemszerűen a két árnak a különbsége lesz az árrés. Úgyhogy ez lenne itt a megoldás menete. Nézzük meg még egy példán keresztül. Én azt szeretném kérni, hogy aki már úgy gondolja, hogy ő neki futna önállóan, az majd amikor szólok, állítsa le a videót, és úgy próbálja megoldani. Azért nézzük meg előbb. Megint van a nettó beszerzési ár, megint van egy haszonkulcsunk, méghozzá HKN-k. Annyit nehezítettem, hogy most még majd egy fogyasztói árat is kell számolni, ehhez a 27%-os áfa kulcs kell, de ez a nettó eladási ár, illetve árrés számítás, ez ugyanúgy történjen, mint az előbb. Aki szeretné önállóan megpróbálni, most állítsa le a videót. Jó, remélem, hogy páran megpróbáltátok megcsinálni. Most már ugye kicsit gyorsítottam rajta, tehát ugye a nettó beszerzési ár és ez a bizonyos HKE együtt adja ki a nettó eladási ár 100%-át. Ebből látjuk azt, hogy a 30 ezer forintos beszerzési ár az ugye 100-40, vagyis a nettó eladási ár 60%-ának felel meg. Elosztod 60-nal és beszorzott 100-zal, megkapod azt, hogy a nettó eladási ár 50 ezer forint. Ugye kis gyakorlásképpen kértem, hogy ne csak a nettó, hanem a bruttó adat is legyen, meg ugye a fogyasztói ár, ezt a szokott módon 1,27-es szorzással megkapod. Ami még most itt nekünk érdekes, az árrés, ne felejtsük el, hogy ahhoz nem kell a bruttó adat, a nettó eladási ár és a nettó beszerzési ár különbségeként fogod megkapni. Tehát ez az egyik típusú feladat, ahol beszerzési árat és HKE-t ismersz. Most nézzük meg ennek a fordítottját, mert hogy ilyen is létezik, hogy te az eladási árat ismered, és a HKB-t fogod ismerni, tehát a beszerzési ár százalékában megadott haszonkulcsot, és így kell megmondanod, hogy mennyi a terméknek a nettó beszerzési ára. Azt mondja, hogy ha egy feladatban ismerjük a nettó eladási árat, és a haszonkulcsot a nettó beszerzési ár százalékában, akkor ugyanúgy induljál el, mint az előbb. Tehát írd fel ezt az összefüggést, nettó beszerzési ár plusz árrés egyenlő nettó eladási ár. Ugye az árrés megint haszonkulcs formájában lesz megadva, és azt fogja kifejezni, hogy ennek a beszerzési árnak hány százaléka még az árrés, amit ugye hozzá kell adni, így kapod meg a nettó eladási árat. Ha most ezt megnézzük, ugye itt ez az X érték, ez a nettó beszerzési árnak lesz valahány százaléka, ezért mi most a beszerzési árat tekintsük 100%-nak, amihez hozzájön még egy megadott százaléka, így valójában a nettó eladási ár 100 plusz
HKB százalékának felel meg, ugye beszerzési árnak. Itt ilyenkor, hogy nettóeladás jár ugye egy 100-nál magasabb értéknek felel meg, és ebből kell neked 100%-ot csinálni olyan módon, hogy elosztod annyival, a hány százaléknak felel meg, beszorzod 100-zal, és megvan a nettó beszerzési árad. Szintén kicsit bonyolultnak tűnik, de nézzük meg példán keresztül, sokkal könnyebb lesz átlátni. Van egy termék, aminek a nettó eladási ára 65 ezer forint, tehát ennyiért adjuk el, és az árrés az a beszerzési árnak a 30%-os haszonkulcsával lett képezve. Tehát eladási ár HKB, mennyi a nettó beszerzési ár és az árrés. Ugye megint vigyázzunk arra, hogy nem a 65 ezernek a 30%-a lesz az árrésünk, hanem van egy bizonyos beszerzési ár, aminek, hogyha 30%-os árrését kiszámoljuk és hozzáadjuk, akkor megkapjuk a 65 ezer forintos eladási árat. Magyarul a beszerzési ár 100%-nak felel meg, ehhez hozzájön 30%-nyi árrés, így a nettó eladási ár összesen ugye 130%-nak felel meg. A 65 ezret elosztod ezzel a százalékkal, amennyinek ő megfelel, és beszorzod 100-zal, megkapod, hogy mennyi lesz a nettó beszerzési ár, és ugye a kettőnek a különbsége, mert a nettó eladásinak és a nettó beszerzésének a különbsége megadja az árrésünket. Nézzünk meg még egy feladatot ebben a témában. Itt most annyi nehezítést tettem bele, hogy van ugye egy bruttó eladási ár, értelemszerűen ebből csinálj majd nettó eladási árat. Megvan a HKB, és akkor neked ezekből kéne megint kiszámolni, hogy mennyi a nettó beszerzési ár és az árrés. Ha szeretnéd megpróbálni önállóan, akkor most állítsd le a videót. Jó, hogyha megvan a megoldás, akkor nézzük meg együtt. Ugye mondtam, hogy először a bruttó árból kellett csinálnod egy nettó eladási árat. Ezt látjuk, hogy ugye 1,27-es osztással megkaptuk, 56 ezer forint. És aztán, hogyha beírogatod abba az összefüggésbe, amit tudsz, ugye nem ismered a nettó beszerzési árat, ezt tekinted kiinduló adatnak, ehhez hozzájön a HKB, ugye a beszerzési ár 40%-a, és ez adja ki ezt az 56 ezres nettó eladási árat. Magyarul ez az 56 ezer forint, ez a beszerzési ár 140%-ának felel meg. Ha ezt elosztod, ezt az 56 ezret 140-nel, és beszorzod 100-zal, akkor megkapod, hogy 40 ezer forint a nettó beszerzési ár. Ugye az 56 ezer és a 40 ezer különbségeként pedig kiderül, hogy 16 ezer forint az árrés. Egy olyan trükköt tudok még esetleg javasolni, hogyha ilyen feladatot kapsz az érettségén, hogy eltérő ár és eltérő haszonkulcs van megadva, akkor tekintsd 100%-nak azt az árat, amit nem ismersz, és ehhez képest határozd meg a másik árat. Ugye, hogyha te az eladási árat ismered, mint ahogy ebben a példában volt, akkor a beszerzését tekintsd 100%-nak, és mivel az eladási ár nagyobb, mint a beszerzési ár, itt add hozzá a haszonkulcsot, amit ismersz, ezért ugye 140% ez a feladat. Ha visszagondoltok az előzőre, amikor beszerzési árat ismertél és HKE-t, ott az eladási árat nem ismerted, azt tekinthetted 100%-nak, és mivel ott a beszerzési ára kisebb, ott egy levonással a 100 mínusz HKE-vel kaptad meg, hogy jó, akkor hány százaléknak felel meg a beszerzési ár. Tehát ezt a trükköt lehet még használni, hogy amit nem ismersz, azt tekints 100%-nak, és ehhez képest határozd meg az ismert árnak a százalékos értékét. Jó? Ehhez kapcsolódik a házi feladat is, amivel kapcsolatban én azt szeretném elmondani, hogy az a kérésem, hogy mindenki próbálja meg önállóan majd megoldani, amit mindjárt mutatok feladatot, és legyen szíves ezt befejezni 12 óra 30 percig, méghozzá hétfőn, ugyanis hétfőn 12:30-tól szeretnék egy online órát tartani. Ennek a részleteit majd meg fogom írni a csoportba,
Ennek az órának az elején meg fogjuk nézni majd ennek a házi feladatnak a megoldását, és pont ezért azt kérem, hogy ne küldjétek el nekem 12:30 előtt a megoldást, várjátok meg az online órát, megnézzük együtt, ha úgy érzed, hogy szükség van arra, hogy belejavíts a megoldásodba, akkor azt nyugodtan megteheted, és majd az óra után egy kicsivel később még adok haladékot, aznap 2 óráig kell elküldened nekem, remélhetőleg már a jó megoldásodat. Jó, tehát nézzük meg, hogy mi a házi feladat. Ugye egy műszaki cikk kisáruház 30 darab légkondicionálót szerzett be. Azt, hogy mennyi a nettó beszerzési ár, azt neked kell kiszámolni, ugye ezzel egy picit gyakoroljuk a korábban átvett témát, ugye van egy kiinduló listaár, ebből jár 5% engedmény, figyelünk arra, hogy 60 ezer forintnyi szállítási költség jut a 30 darab légkondira, figyelj oda arra, hogy akkor 1 darab légkondira mennyi jut ebből. Ezzel te ki tudod számolni, hogy mennyibe kerül 1 darab légkondicionálónak a beszerzése, megvan a nettó beszerzési árad. Viszont látod, hogy a példa HKE-t ad meg, ugye a nettó eladási ár 100%-ában adja meg, és akkor neked ezt kell felidézni, hogy akkor mi van akkor, amikor te nettó beszerzési árat és HKE-t ismersz, ugye ez a korábban átvettet a videó elején átvett témában fogod megtalálni. Próbáld meg ezek alapján megoldani ezt a feladatot, és akkor a hétfői online óra keretében meg fogjuk nézni a helyes megoldását. Addig is vigyázzatok magatokra, sziasztok!